Üdvözlök mindenkit a Dress Swing Fest nevezetű játékban, és a mai napon egy kerék segítségével fogom kiválasztani azt a kihívást, amit teljesíteni fogok ebben a videóban. Össze is gyűjtöttem szó szerint azokat a kommenteket, amiket írtatok, természetesen ugye a kihívás ötleteitekre gondolok itt most, és hát akkor lássuk is, hogy melyik lesz a mai kihívás. Itt láthatjátok a ti kihívás ötleteiteket, és ennek a keréknek a segítségével hát el fogom dönteni, hogy a mai kihívás az melyik lesz, nézzük is meg. Nem teljesen látszik a szöveg, de mindjárt fel fogom olvasni. Na, itt egy harmadik, itt egy kész lista volt, nem változtathatod meg a ruhák színét. Ez a mai kihívás. Ez azt jelenti, hogy ha felveszek egy ruhát, akkor amilyen színű, azzal a színnel kell nekem sajnos tovább folytatni a játékot, és még árnyalatot sem változtathatok, tehát úgy, ahogy van, amit felveszek, az olyan lesz. Ez nagyon nehéz, hogy jól nézzen ki. Hát itt is volnék már a játékban, 20 másodpercünk van, amíg el fog kezdődni a kör. Gondoltam, megosztom veletek, hogy mostanában nem csak a Dress to Impress játékra vagyok nagyon rákattanva, hanem a Medieval Dynasty-re is, ami egy baromi jó túlélő, bázisépítő, illetve erőforrás menedzselős játék, és a nevéből kifolyólag is egyértelműsíthető, hogy a középkorban játszódik. A világa rettentően alapos és kreatívan van felépítve, így tudom nektek is ajánlani, ha szeretitek az e-fajta városépítős játékokat. Most az Enebán is be tudjátok ezt a játékot szerezni, és hogyha eldöntöttétek, hogy kipróbáljátok és megveszitek, akkor ne felejtsétek el használni a linkjeim egyikét, amit ide is bevágok, illetve megtaláljátok őket ennek a videónak a leírásában. Nagyon köszönöm, hogyha ilyen módon is támogattok, most pedig térjünk vissza a videóhoz. Ezt a kihívást szerintem a One Color Challenge-hez tudnám hasonlítani, de ugye itt nem konkrétan egy meghatározott szín alapján kell játszanom, hanem az adott ruha színe alapján. Oké. Cottage Core. Remélem, hogy jól ejtettem azt a témát. A háttérben láthatjátok is egyébként, hogy nagyjából melyik ez a téma. Igazából ez a vidéki élet téma. Pár cuccot mutatok, nem tudom mennyire látszik. Egyébként nekem ez a stílus iszonyatosan bejön, és szerintem én fogok is rendelni ilyen ruhákat. Hát ez nekem nagyon tetszik, megmondom őszintén. Én azt mondom, hogy ezt a ruhát, ahogy van, én ezt fogom használni. Csak beletölt a nyelvem. Szóval ezt a ruhát, ahogy van, így fogom használni. Gyönyörű ez a ruha. És szerintem ehhez egy világosabb színt fogok választani, mondjuk ezt a másodikat. Ugye ezen nem tudok változtatni. A kihívás az úgy szólt, hogy a ruhák színét nem változtathatom meg, tehát a hajat azt megváltoztathatom. Szóval ez egy kicsi engedmény igazából. És akkor valami kis szépet fogok választani. Talán egy... kicsit világosabbra gondoltam, nagyon szép. Mondjuk egy ilyen rózsaszínű köröm. És jöhet a smink, amit szintén meg tudok változtatni, mert erre ez a szabály nem érvényes, szerencsére. És én nem mondó vagyok, hogy már egy elkészült sminket fogok kiválasztani, mondjuk ezt. Hát ez lehet, hogy annyira nem jó legyen ez. Igen, ez cukibb. Kíváncsi tekintet. Na és hát most vagyok bajba, mert nem változtathatok színeken. Én szerintem, ugye ez alapvetően fehér cipő, vagy hát ilyen krém színű, és ahhoz nézzünk egy táskát, tehát ha van olyan táska, ami illeszkedik hozzá, akkor jók vagyunk. És úristen, ez nagyon nehéz ez a kihívás, illetve kell nekünk a fejünkre valami. Ez a táska talán jó lehet. Nekem ez nem tetszik. Arról nem volt szó, hogy nem vehetem le. Arról volt szó, hogy nem változtathatom meg. Jó, ez szép, ez illeszkedik ide, nagyon jó. Ó, és hasonlóan néz ki. Felveszem ezt a szalmakalapot itt, ami nagy kedvencem, tök jó, és ehhez szerintem ezt a kosarat is. Úgy se tudok ugye azt nekem változtatni, tehát, hogy ezzel így nem vagyok teljes mértékben elégedett, de hát ez van. Egy olyan nyakláncot szeretnék kinézni, ami szerintem kint lesz, és az nagyjából illeszkedik is ehhez a szethez. Először még egy kicsit itt bent szétnézek, hát ez jó, ennyi. Mondjuk, ahogy elnézem, azért a többiek is kicsit bajba vannak a témával, na se baj. Hát ennek a színével sem vagyok egyébként annyira megelégedve. És a másik az hogy néz ki? Na, hello? Mondom, hello? Oké, nézzük meg. Aha, ez egy kicsit jobb. És ehhez itt van valahol kint egyébként karkötő is, de ezt nem tudom, hogy hova rakták, ugye ehhez volt egyébként karkötő, nagyon illeszkedett.
Nem tudom, hogy hol van. Á, itt van lent. Jó. Az úgy szép, szupi. És hát igazából ennyit tudok csinálni, nem nagyon tudok ezen módosítani. Hogyha úgy gondoljátok, hogy ez a kihívás nem ér, és azokat sem módosíthattam volna, akkor mindenképpen írjátok meg nekem, mert fogok akkor egy olyan videót is készíteni. Ez nekem kifejezetten tetszik, nagyon jók. Nagyon jól összehozta az outfiteket, a ruhával, a kiegészítővel, annyi, hogy én hiányolom a táskát, de egyébként ez nekem tényleg nagyon tetszett. Ó, ez is nagyon countryside-os. Nagyon szép. Azt az eget. Na jó, most nagyon irigy vagyok. Ez nálam 5. De tényleg ez baromi jó lett. Ó, oh, hát ez nagyon nem. Ez nekem nagyon nem. Ez egy nagyon egycsillag. Fú, ez... És itt vagyok én. Nem lett egyébként olyan vészes. Szerintem ez egész szép lett. Hello. Ezek az új pózok egyébként, ez a 4. Ezt most vettem meg. Csak mondom. Hoppá, egy ilyet, és egy ilyet, kész, kisétálunk. Jó, nagyon nagy csini lett ez is. Nagyon szép. Ez is jó. Na, szemtelen nekem túlzás, ezért egy 3. Hányszor fog ő jönni? Egyszer már volt? Oh my god! Ezt nem mondjátok komolyan. OMG, thank you so much. Ezt hogy csináltam? Gyerekek, mi van? A kihívás továbbra is az, hogy nem változtathatom meg a ruhák, illetve a kiegészítők színét, ahogy azok elérhetőek, úgy vehetem fel őket. Hát igazából ilyen virágmintás dologról van szó. Én azt mondom, hogy ezt felvesszük. Ugye ezen nem változtathatunk. Szerintem én ezt is felveszem. És... Oh. Egyébként a színeken nem változtathatok, de a ruha stílusán igen. Jó, mindegy, maradjon úgy, ahogy van. És akkor ehhez én egyébként egy magas sarkút tudnék elképzelni. Én azt mondom, hogy ehhez menjen egy ilyen színű hajacska. Nagyon szép. És a sminka szerintem maradhat. Kell nekünk egy táska, ami... Nem tudom, hogy színbe ez a táska ide illeszkedik-e. Nem. Egy másik táskára van szükségünk. Jó, hát akkor marad ez a rózsaszín. És akkor egy ilyet felveszünk nyakláncba, illetve fülbevalóba. Ez a fülbevaló az nem tetszik, szóval legyen inkább ez. Mi van akkor, hogyha ide bemegyünk, és akkor itt egy ilyet kiválasztunk. Aha, szép. Még jó, hogy ez ilyen krémszínű, tehát azért annak örülök. Még itt gondolkodom, hogy esetleg ezt a táskát lecserélnénk erre. Nézzük meg, hogy illik. Nem illik annyira a szethez. Aha, így sokkal elegánsabb, az okni ehhez a szethez nem annyira illeszkedett. És igazából még talán egy ilyet felvennék. Ez egyébként nem rossz. Jó, maradjon ez így ennyi. Hát lássuk, nagyon szép lett, benne van a virágminta, hasonló az elképzelés, mint az enyém, nincsen táska, ezért 3 csillag. Hát ez is nagyon cuki lett. Kicsit olyan vibe-om van, mintha ilyen hawaii stílus keveredne a 60-as évek pizsamájával. Oh, szóval hát ez nagyon meredek, merőben más színvilág. Én erre 4-eset adok, mert tetszik. Na nekem ez annyira tetszik, hogy én erre már most nyomok egy 5-öst. Mit írt, hogy mit csinált? I made the outfit with the color of the shoes. Megcsinálta az outfitet a szandál színeivel. Amúgy ez tényleg nagyon jó lett. Szerintem ez jó lett ez a set, jó ránézni. Egy backflipet, egy pinket, és mehetünk. Okay, ez is nagyon szép. Basic, de szép. Szép? Nem tudom, ezt miért így mondtam? Mert rá a 3. Aztól ez nagyon szép lett, de itt nincsen virágminta. Itt aztán meg bőven van virágminta. Na nézzük, itt is vannak virágok, ugye ez a fekete-fehér virág. Megint úgy vagyok vele, hogy tetszik is, meg nem is tetszik annyira, ezért a jó öreg 3 csillag. Itt is vannak virágok, ez is egész jó lett. Bár itt mind a kettő zokni ilyen kékszínű, tehát hogy kikerget ez a kék zokni a világból. 3. Én mindig mindenkinek így 3-as fogok adni, nekem ez már too much. Na, ez a piros szín, ez ilyen felüdülés. És egy 3-asat adnék. Nem fogok 2-eset adni, mert egyébként meg ügyi, csak se nem pózol, nincsen táska.
mert valahogy így még hiányzik belőle valami. A kék lett az első, ez a cuki a második, és ez a, hát inkább ilyen orosz modell a harmadik. Én szerintem most utolsó előtti. Jól van. Lássuk is, 1950-es évek a téma. Követek egyébként egy csajszit, aki úgy öltözködik, mint Marilyn Monroe, és úgy is néz ki. Csak hogy így nagyjából tudjátok, hogyha sikerül vágásnál megtalálom a csajszit, akkor mindenképpen bevágom a képeit, illetve az Instát, és pont néztem ma nála sok-sok ilyen Reels meg TikTokot, ruha összeállításokról, mert imádom ezeket nézni, nem tudom ti, hogy vagytok veled, én imádom. És az 1950-es évekbeli outfit van most előttem, hát kérdés az, hogy sikerül-e valahogy összehoznom ezzel a kihívással, mert hogy egy ilyen szoknyát kéne találnom, és hozzá pedig egy elegáns felsőt, ami színben is passzol. Na most ugye az a problémám ezzel, hogy ezek az alapszínek eléggé sivárak, szóval nem tudom, én lehet, hogy ennél a fehérnél maradok, mert ez is még azt mondom, hogy az 1950-es évek, de remélem azért nem a 60-as. Szerintem ez jó. Tehát, hogy a ruha stílusa az nagyon hasonlít ehhez. Mármint a szabása. Most nézzük meg az alapszínt, hát sajnos ez fehér. Mindegy. Megnézzük ezt is, hogy ez mennyire lehet. Aha, cropped. Na, akkor várjatok. Hú, a többiek itt nagyon bevadultak. Nincs nagyon színe. Aha. Végül is megpróbálhatjuk. Na, milyen smink kellene? Én szerintem egy ilyen vörös, rúzsos sminket szeretnék. Ebben az időben ez a haj nagyon ment. Hasonló, nem teljesen az, de hasonló. Szerintem legyen fekete egyébként. Lehetne szőke? Legyen szőke? Hát persze, hát szőke ment nagyon ilyenkor. Azt a kalapot viszont, azt én felveszem, mert az nagyon megy ehhez. Van nagyon jó, és akkor hát ilyen fekete cipő kellene, de alapvetően fekete magassalkon meg nincsen. Ami olyan színű lenne. Végül is lehet ez. Nagyon jó, nagyon szép, és akkor mit akartam még ehhez? Valamit akartam. Ja, igen, egy ilyet, meg egy ilyet. Nagyon szépek ezek a ruhák. Srácok, én olyan utolsó leszek ezzel a se színű kinézettel. De biztos, hogy utolsó leszek, hát ilyen se színű dolgokkal itt, mindegy. Hát ez biztos, hogy nem az 1950-es évek. Sehogy sem, szóval én erre sajnos egy csillagot adok. Ó, ez nagyon elegáns. Jaj, ez nagyon tetszik. Wow! Na erre írják azt, hogy ate, mert tényleg megette. Most arról nem tehet, hogy ez a kesztyű ennyire el van cseszve sajnos. Ezt a mindenit, ez is nagyon szép. Ez tényleg. Egy 4-eset adok rá. Ó, sajnos nem tudta befejezni, pedig ez is egész jól nézett volna. Én adok egy 3-asat. Hát nem tudom, ez szerintem inkább ilyen 70-es évek, nem? Ez is nagyon jó lett, bár a cipő az annyira nem tetszik, meg ez a kesztyű is, hogy ilyen förrösen megmaradt. Meg megint fele más színű, hát én ezt nem... A jó, legyen nagyon 3. Ez nagyon szép, mehet rá a 4-es. Tényleg nagyon jó. Hát én szerintem sajnos utolsó leszek. Aha, nagyon jók lettek egyébként. Tényleg ügyes. Én nem gondoltam, hogy első lesz, de amúgy 7. 7-ként végeztem 12 ponttal. Nem is lett annyira vészes. Hát nagyon szépen köszönöm, srácok, a figyelmet. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Hogyha még van kihívás ötletetek, ne tartsátok magatokba, mindenképpen írjátok le nekem ide a komment szekcióba. Én pedig köszönöm a figyelmet és az eddigi ötleteket. Következőleg is szerintem ezzel a kerékkel fogom eldönteni, hogy akkor melyik kihívást folytassam, vagy esetleg kezdjek bele. És hogyha tetszett a videó, mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, hogyha nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, illetve ne felejtsétek el megnézni a videó leírásában található linkeket, hogyha bármit vásárolnátok az Eneba oldaláról, akkor mindenképpen használjátok a linkjeimet. Köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, én Aida voltam. Sziasztok!